Szép jó estét kívánok mindenkinek. Szokás szerint, amikor valamilyen produkciót szervezek, akkor mindig kijövök ide és elmondok néhány szót. Most is szeretném elmondani, hogy mi fog történni. Ugyanis már hallottam olyan dolgokat, amikor azt mondják, hogy hát a Szabó Sanyi megint olyat csinál, ami nincs is. Hát ez pontosan így van, és ez számomra dicséret. Nos, elmondanám akkor, hogy mi fog történni. Ez egy olyan koncert, ahol tulajdonképpen gyakorlatilag most teremtünk mindent. Persze a teremtésnek a paramétereit én már legalább egy évvel ezelőtt elkezdtem összeállítani. Megmutatom a kottát. Ugye, nagyon szép kotta. Ezen a kottán szerepelnek azok a témák, amiket el fogunk játszani, föl fogunk idézni. El is mondom, hogy mik ezek. Az első téma lesz a madarak konferenciája, a második a vízcsepp üzenete, a szél hatalma, mese az ismeretlenről, a vihar, és végül a hosszas tűnődés. Ebben a fajta teremtésben nem csak muzsikálunk, hanem mozgásművészek, két kontakt, táncos is részt vesz. A zenei részben egy nagyon régi barátommal, Major Balázssal ütőhangszereken fogunk játszani, valamint Amerika egyik legfontosabb gitárosával, Kevin Kessninggel, aki tulajdonképpen ugyanazt a érzületet képviseli Amerikában a gitáron, mint én itthon Magyarországon. Úgyhogy nyilvánvaló volt. A táncosokról szeretnék néhány dolgot mondani. Igazából ők olyan táncosok, akik a mozgás közben valójában teremtenek. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog. Többféle síkon vagyunk egymásban, egymással kontaktusban, figyeljük egymást, ők hallgatnak minket. Tehát minden tekintetben spirituálisan, fizikailag, hangilag, vizuálisan kontaktusban. Ezért adtuk ezt a címet ennek a produkciónak. Györke Tímea az egyik balerinánk, a másik pedig Szamosi Judit. Arra kérek mindenkit, hogy a témák között ne tapsoljon. A végén majd úgyis szólok még egy pár szót, még egyszer be fogok mindenkit mutatni. És a legutolsó instrukció, amit szeretnék nektek, önöknek, mint közönségnek adni, hogy próbáljatok lazítani, és hagyni, hogy elvigyen titeket a muzsika. Hagyjátok, hogy a hangok vigyenek. Ők mindent tudnak. És legyen most olyan ez a produkció, mint egy jármű, ahova mi felszállunk, és akkor valahova eljutunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor majd a végén meg egy pár szót szólok. Köszönöm. Thank you.
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 Szamosi Judit. Györke Timea. Major Balázs. Kevin Kessney. Nagyon szépen köszönjük. Szabó Sándor. Szabó Sándor. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Szeretném megköszönni a művelődési háznak, hogy befogadta ezt a produkciót a tavaszi fesztiválra, Szabó Attilának, a hangmérnöknek, a közönségnek, hogy eljött, és egyébként mindenkinek, aki csinálta a plakátot. Most elég más állapotban vagyok ahhoz, hogy mindenkinek a neve eszembe jusson, szóval mindenkinek köszönjük szépen, és ne sértődjön meg, ha nem említettük meg. Hát ilyen volt ez az utazás, én szeretnék még valamikor máskor is a jövőben valami ilyesmit csinálni, esetleg más muzsikusokkal is. Azzal szeretnék elköszönni, hogy mint minden évben, most is meg fogjuk tartani a 11. Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivált. Két mondatot mondanék róla, ami tényleg nagyon fontos. Annyiban lesz rendhagyó a dolog, hogy nem szólistákat hívtam meg, hanem összeállítunk két triót. Két nemzetközi triót. Az egyik trió a Terracotta együttes, a tagjai Venezuelából Carlos Franco és Fernando Freites, valamint a belga gitáros hölgy Véronique Gillet. A másik trió jó barátom Major Balázs és Ralf Gauck Németországból, valamint jó magam. Ez a fesztivál attól lesz érdekes, hogy két ütőhangszeres is szerepel, tehát a ritmus köré fog minden, hogy úgy mondjam, koncentrálódni. És egyben hagyj jegyezzem már meg azt is, nekem személy szerint nagyon fontos dolog, hogy Major Balázs az egyik, talán a legrégebbi barátom, aki egyáltalán barátom, és együtt muzsikálunk most már több mint 30 éve. Képzeljétek el, Váci Lakos. Tapsoljátok meg Major Balázst. És remélem, hogy így együtt még sok ilyen hasznos zenei környezetszennyezést fogunk majd előidézni Major Balázsról mindenfajta különböző produkciókban. Hát ennyit szerettem volna mondani. Még egyszer kérem a színpadra a művészeket. Kevin Kessning! Major Balázs! Szamosi Judit és Györke Témea. Nagyon szépen köszönjük. Ilyenkor az szokott történni, hogy az emberek nem mozdulnak, és ez azt jelenti, hogy valamit még kell teremtenünk. So people doesn't move. This means that we should do something to say goodbye, if you don't mind. Maybe we will make the music and you will dance. That would be quite strange anyway. Tehát akkor még egyszer köszönjük, és még egy rövid teremtést csinálunk. Köszönjük szépen. Thank you.
Köszönjük szépen a balerinákat, kérem még egyszer. Hova szöktek? Györke Témea és Szamosi Judit. Kevin Keszning és Major Balázs. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.